Az étkezési térítési díjak emelkedésével felmerült az a sajnálatos tény, hogy nem minden család tudja tovább fizetni majd gyermekei ellátását. A 2-es számú általános iskola igazgatóját, Kalász Jánost, és a 3-es számú iskoláit, Pap Istvánét kérdeztük meg tapasztalataikról. A menzás és napközis térítési díjak megnövekedtével ebben az iskolában hogyan alakult a lemondások száma? Ez idő tehát február 1-től 7 fős napközis lemondásunk volt, és 8 fő menzás lemondás. Tehát 15 gyereket érintett, illetve családot érintett, hogy a térítési díjak emelkedtek február hónaptól. 1989-es gazdasági évre 91 ezer forint támogatást kaptunk a tanácstól. Itt elsősorban a 3 gyermekesek 50%-os kedvezménye játszott ebbe be, illetve a 2 gyermekesek, ez az iskola vezetés normatívái szerint 2 gyermekesek ebből részesültek. Idénre mennyit kaptak a 90-es évre? Hát az 1990-es évre még nem tudjuk, hogy mennyi pénzt kapunk, az igények pedig, a kedvezmények, mérséklése, illetve teljes eltörlési kérelmek pedig érkeznek iskolánkhoz. Több-e ez a kérelem szám, mint eddig volt? Hát összességében, ha ilyen tempóba ér, hogy ez idáig, akkor több lesz. Ebbe a egy hónapba tulajdonképpen a napközisek közül 20-an mondták le, a menzások közül 4-en, de nem egyszerre, hanem naponta jönnek be szülők, és hát kérik, hogy a gyereküket engedjük el. Újabban megjelenik olyan igény is, hogy a gyerek, főleg alsósoknál, kéri, hogy a szülő, hogy menzát kapjon a gyerek, de maradjon itt este 5-ig, illetve fél 5-ig, amíg a napközi tart, és inkább 10 órait és üzonnát csomagol részére, mivel a 12 forint, amiben kerül ez a ellátás, nehéz számára, és nem tudja kifizetni. Van-e visszajelzésetek arról, hogy a szülők hogyan vélekednek a menzatérítési díjak növekedtéről? Hát sokalják. Sokalják a szülők. Elsősorban azért, mert egy összegben valóban kifizetni ez sok. Tulajdonképpen most még nem tudják fölmérni azt, hogy ők mennyiből tudnák kihozni otthon. Mert ha jó belegondolunk, otthon sem tudunk 35 forintért kihozni ebédet, uzsonnát, 10 órait, de most, hogy egy összegbe kell kifizetni, ez a dolog még nem látszik ennyire.